Ezen a héten, amikor van az ADIES, tehát a jövő héten szerdán, egy gyönyörű kiállítás nyílik intézményünkben, Arany Gusztáv festőművész Képek a falon című kiállításának lesz megnyitója. A tárlatot Garambölgyi Béla festőművész nyitja meg, aki a 18. kerületi művészeti egyesület elnöke. A műsorban közreműködik Drassúci Zoltán gitárművész. Ennek a programnak kerületünk polgármestere Ugi Attila a fővezető és kerületünk alpolgármestere Galkóczi Zoltán a védnöke. Pénteken, október 11-én, este 7 órakor pedig Kányokata látogat el hozzánk Társtalálás Mesterfokon című előadásával. Erre az előadásra belépő jegyet kell váltani, és aki érdeklődik, megteheti az intézmény információs útjánál. Amire még felhívnám a kedves vendégek figyelmét, hogy hamarosan a Beszenti Megyei Közösségi Ház egy elektronikus hírlevelet indít útjára, melyben aki feliratkozik névvel és e-mail címmel, az minden hónapban egyszer előzetesen megkapja a rendezvényeinkről a tájékoztatót. Aki szeretne ilyet, kérném szépen, hogy a mai rendezvény után iratkozzon fel az intézmény információs útjánál. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy Fogytán van már a szeptember-októberi programfüzetünk, és október 15-e körül kijön a nyomdából a friss, ropogós november-decemberi programfüzetünk. Aki erre jár, azt javaslom, hogy térjen be, és időben értesülhet a rendezvényeinkről. Most pedig engedjék meg, hogy tisztelettel felkérjem Bauer Ferenc önkormányzati képviselő urat, a Pesszent Imrei Városrészi Önkormányzat elnökét, hogy idősek napi köszöntőjét szíveskedjék elmondani. Tisztelt hölgyek, urak, tudom, hogy vannak-e fiatalok itt, de így van. De én gondolom, hogy mindenki fiatal, ezt akartam elmondani. 1991 óta hivatalosan az ENSZ október 1-jét az idősek világnapjának minősítette. Miért? Azért, mert egyre több az idős ember. Ma a világon kb. 60 év felett 600 millióan élnek. Most ezt a 600 milliót kimondom a 6 milliárdot, 7 milliárdot, az nem olyan sok. De ha belegondolunk a mi fiatalságunkban, amikor gyerekek voltunk, azért már egy 50 éves is idősnek számított a kurkiból. Én visszaemlékezek arra, hogy a család, amiben éltem, egy 4 generációs család volt, együtt laktunk, együtt éltünk. A dédnagymama kedvence volt, hogy kinek ne lenne kedvence a dédunoka. És ha ma belegondolok azzal, hogy együtt élt a család, ami már ma nem jellemző. Tehát ma nagyon sokszor keveset találkozunk a gyerekeinkkel, keveset találkozunk az unokáinkkal, és ez a több generációs együttélés egymás iránti, így mondom, türelem, és megszokjuk egymást, ugye meg kell szokni az idősnek a fiatalt, és fordítva is igaz, az gyakorlatilag már azt jelenti, hogyha úgy elgondolkodom, előjönnek a képek, előjön a nagymama, ahogy töpörödötte, hajlott háttal megy hátra, eteti a csirkéket, és mindig elnevette magam, mikor a csirke a hátára ugrott. De a nagymama volt az is, az én nagymama, akit mindig tudtam, hogyha édesapám még felíteni akarta, mindig volt egy ember, ő biztosan, aki mögöttem állt és mellettem állt. És mindig erőt ad a fiatalnak. Szóval én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy az idősektől tanuljanak a fiatalok. Az idősektől példát tanuljanak, a lányok a konyhában sütni, főzni, nem kell azt szégyelni, hogyha valaki a konyhában is ügyes, mert ugye a mai modern korban nem biztos, hogy a konyha egy fő célja egy fiatal hölgynek, de hát azért én szoktam mondani a férfit a hasában is meg lehet fogni, nem csak mással. Szóval én úgy érzem, hogy idősnek lenni jó és szép, ha annak a kornak is megvan a szépsége. Én gondolom azzal, ha veszem a művelődési házat, hogy nagyon sok rendezvényt szerveznek, ami az időseknek egy olyan lehetőség, hogy eljönnek, jól érzik magukat, találkoznak.
ugye, mert sokszor a magánélet rosszabb egy idősnek. Mikor magára van, nem nyitja rá senki az ajtót, legkevésbé a gyerekei. És ez egy szomorú dolog. A közösségek ereje nagyon nagy. Én mindenkinek azt tudom mondani, hogy ha lehetősége van, kapcsolódjon be. Kapcsolódjon be a közösségeknél, ahol, hogy mondjam, örömet tud kapni. Én látom itt nálunk az idősek otthonában, hogy micsoda műsort szerveztek maguknak, színdarabot, karácsony ünnepséget, és tényleg ugye az ember is egy kicsit úgy szintén különjezni, meghatódik attól, hogy de szép, hogy még ebben a korban is ennyire tudnak örülni annak, hogy együtt vannak és együtt élnek. Hát én talán azt tudom mondani, hogy az időseknek két dolog, ami nagyon-nagyon fontos az idősek számára. Az egyik az, hogy legyen még céljuk, legyen elképzelésük a mindennapokra. És a másik, legyen egészségük. Azt hiszem, hogyha az megvan, akkor sok minden megvan. Nekünk pedig miért nagyon-nagyon fontosak? Egy mondattal mondanánk, nélkülük mi nem is lenne. Én kérem, érezzük jól magukat, fogadják szeretettel a műsorokat. Hívják, hogy Vásári André. Az ő műsorába szeretnénk kifejezni köszönetünket abban a reményben, hogy kellemes percekkel nagyon szép élménnyel ajándékozhatjuk meg Önöket. Biztos vagyok benne, hogy ez így is lesz, annak ellenére, hogy Andrénak a csütörtöki hidegfront egy kellemetlen megfázást hozott, és tegnap az orvosa eltiltotta az énekléstől, amíg rendben nem jön. Ő azonban nem akart minket cserben hagyni. Kérjük, hogy nézzék el neki, ha esetleg nem minden hang szól majd ma úgy, olyan tökéletesen, ahogy eddig megszoktuk, vagy ahogy szokott, a szíve és a lelke 100%-ig benne lesz, úgy, mint eddig. André most először lép fel nálunk itt a Pesszent Imrei Közösségi Házban, ezért engedjék meg, hogy néhány szóval bemutassam őt Önöknek. A műfaji sokoldalúságáról és különlegesen magas, kristálytisztán csengő szoprán hangjáról ismert művész munkásságát eddig 5 kiváló könnyű zenei és komoly zenei album őrzi. Köztük 3 arany és 1 platina lemez. André pályafutását emellett kiemelkedő koncerthelyszíneken elért sikerek, nemzetközi hírű zenekarok és karmesterek elismerése fémjelzi itthon és külföldön egyaránt. Így az Egyesült Államokban, Franciaországban, Olaszországban, Németországban, sőt már Kínában is. Tehetségét a színházak is felfedezték, több évadon át játszott a Pesti Színházban és a Nemzeti Színházban. Jelenleg pedig a székesfehérvári Vörösmarty Színházban a Chicago című musicalben alakítja Mary Sunshine szerepét. Emellett azonban igen szerteágazó a repertoárja, hiszen magas színvonalon adja elő a komoly zenei és a könnyedebb crossover műfajú dalokat, az operettet, sőt már egy Víg operai szerepen is kipróbálta magát. És mint azt a 2 évvel ezelőtti Eurovíziós válogató műsorot tudjuk, immár poprockot is énekel, melyben nem csak a hihetetlenül magas szopránját csillogtatja meg, hanem a mély férfi hangja is gyönyörűen szól. A mai műsorát is a sokoldalúság és a vidámság jegyében állította össze.
Thank you.
Köszönjük. Azt akartam mondani, hogy ezt a ki akartam hagyni, mert nem vagyok 100%-os most, de egész jól sikerült, jól nem tudom. Köszönjük sokan, mert az operettel különösen kicsit elkalandozunk a musicalek világába, hiszen a modern kor operette szerintem a musical, nem? Hát hasonlóképpen bújtott a történetek, de annál szebb és ismertebb slágerek vannak. Úgyhogy következik az egyik nagyon ismert. Totózzuk ki, melyik lett ez. Elárulok annyit, hogy egy lányról szól, akit egy professzor felfedez. Na jó, akkor csapjunk bele, már felé. I'm
nem lesz ebben a vasárcsúcsban. Egy olyan musical következik, megint találjuk ki. Nagyon egyszerű, mert nagyon ismert, és azt gondolom, hogy attól, hogy nagyon ismert, attól még lehet nagyon jó. Ez egy Beppe musical, nem sokára egyébként karácsonykor jön a filmen változata, amit nagyon híres amerikai énekesek és színészek vannak játszani. Egy állatról szól, vagy állatokról. Úgy van. Csúcsú, bármely látja, de jó, de szín, jó, de
Thank you.
biztosan, hogy nem hallottam, ami lesz, abba következik. Na már mindent énekeltem, ami én is mondom, nagyon nem minden, de operett, musical, minden volt, sanzon, úgyhogy azt gondoltuk, hogy egy abba blokkot belerakunk, de ezt is egy kicsit összerántottuk, több dal fogok elcsendülni, úgyhogy folytassuk a kalapával. Because bizony, úgyhogy tőle következik most a Woman in Love, de még mielőtt
belecsapnánk, el kell mondanom, ugye a woman in love, aki beszél angolul, az azt mondja, hogy egy nő, aki szerelemben van, de eredetileg ezt a dalt a Bee Gees énekelte, illetve a Bee Gees írta, tudják, a három férfi énekes, és ők úgy énekelték, hogy I am a man in love. Csak amikor a stúdióban ezt felvették, akkor ott sertepertélt Barbara is, meghallott ezt a dalt, és elkérte ezt a dalt a Bee Gees-től, és mondták, hogy nagyon akkor énekel el te, és ő pedig a Woman in Love-val énekelte el, és ez lett a híresebb. Egyébként el kell mondanom, utána olvastam, hogy elkérte a dalt, elcsapuszta, majd felénekelte, felkült a lemezére, világsárgá lett, és közölt, hogy ezt nem fog énekelni, hogy nem szereti. Úgyhogy azóta nem énekli a koncertjeim, hát ilyenek a hölgyek, de ettől függetlenül én most elvezetem a Barbara féle verziót, csak a Man in Love című szöveggel. Fogadják sok szeretettel! Sounds so